Hát sziasztok, üdv ismét itt nálam az Alma Papi. Amint látjátok, ilyen napokban kiköltöztem már az erkére, mármint hogy a növényeket kiköltöztettem. Én magam még nem költöztem ki, mert még arra azért nem volt időm, hogy élvezzem is az erkény nyújtotta örömöket, meg lehetőségeket. Most egy kicsit fura itt kinücsörögni, mert az első, ami itt nagyon-nagyon szembeszökő, vagy inkább fülbe hasító, hogy így mondjam, majd most éppen elcsendesedett, de majd ugye halljátok, az a zaj, ami itt megy lenn az utcán, és mióta megcsinálták az ablakokat, meg itt ezt a teraszajtómat, az annyira jól szigetel, hogy benne a lakásban totál néma csend van, hála jó Istennek, de tényleg. És így kilépve a teraszra azért. Szóval azért ezt azért hallom. Közben bejöttem, mert jóból is megárt a sok, mármint hogy tök jól kinücsörögni, de ez a zaj, ez egy kicsit ilyen sok hatásként ért azok után, hogy itt mondjuk milyen csend van, és hogy megszoktam így a tél, meg a koratavasz alatt. Hát nyáron vagy, hát most, hogyha jönnek a melegek, akkor nem fogom megúszni, mert fog kelleni szellőztetni ugye erről az oldalról is, és akkor majd több zaj fog ide beáramlani. De mindegy, hát azért mégse a tudom én, alkotás úton vagyok, vagy a, nem tudom, hol mondjatok valamilyen nagy forgalmú Budapesten, tehát ez azért annál jobb, de hát hallatszik. Már lehet, hogy egy kicsit kezd unalmas lenni, hogy állandóan bocsánatot kérek, de most megint elnézést kérek tőletek, hogy a héten nem nagyon tudtam vlogolni. Most péntek van egyébként, úgyhogy itthonról dolgozom, mert hát rengeteg melón volt, és ugye a John-nal jöttünk, mentünk, kellett intézni dolgokat, de hát ilyen ügyintézés jellegű, szóval ez nem olyasmi volt, amit így, tehát érdekes lett volna vlogolni. Igazából múlt hétvégén voltunk a Tóth Árpád sétányon fenn megnézni a cseresznyefa virágzást, töménytelen mennyiségű turistával körülvéve. Majd megmutatom nektek a képsorokat, amit ott készítettem, az azért érdekes volt, meg gyönyörű szép volt, készítettem képeket is egy jó csomót, úgyhogy ez mindig jó, ha van. És semmi, munka volt. Munka volt, és hát örültem, hogy nem kaptam el megint immáron, azt hiszem, hogy harmadjára vagy negyedjére ezt az influenzát is, vagy Covidot, vagy mit tudom én mi ez. Szóval a lényeg az, hogy most egyelőre azon izgulok, hogy remélem nem is fogom elkapni, mert egy kollégám így lelőlt a lábáról a hét első felében. Most péntek van, és hát most még pont ez a periódus valamikor, hát akár ki is jöhet rajtam is valami, de nagyon remélem, hogy nem fog. Ez már csak azért sem lenne jó, mert most hétvégén tartjuk az apukámnak a szülinapját, meg a Johnnak a szülinapját, mármint közösen a kettőjüknek. A Johnné majd csak a hónap legvégén lesz, de az anyuék azt szeretnék, hogy ez így akkor a kettő legyen együtt, úgyhogy oké, tehát most vasárnap lesz a szülinapozás. Hát ez baromira nem lenne jó, hogyha nem tudnék rajta részt venni. Úgyhogy hát ezen egy kicsit azért izgulok, de szerintem, hogyha a mai napot megúszom, meg az úgy oké, meg így átesem, ezen anélkül, hogy bármilyen tünetem lenne, akkor szerintem ez most már oké lesz. A héten egyébként megint belelendültem a mozgásba, hál' Istennek, úgyhogy tudtam csinálni a súlyzós edzéseimet, meg itt a szobabiciklire is, nem tudom, hol mutatom, ott van mögöttem. Felpattantam egy párszor, ami tök jó, tehát egy kicsit így ilyen kardioedzés, gyanánt. Úgyhogy azért ez így alakul, nagyon remélem. Valamelyik nap készítettem, hát ezt se videóztam le, de tök mindegy, mert úgyis tudtok bolonyait csinálni, szerintem ezt nem kell, hogy megmutassam nektek. Én viszont marha régen nem csináltam bolonyait, és készítettem marha húsból, kérlek szépen, tehát nem darált pulykából, meg mit tudom én, hanem megpróbálkoztam most már a marhahús evéssel is, és nagyon szép marhahúst kapott, darált marhahúst a John, és hozott is, és akkor úgy döntöttem, hogy csinálok egy kis bolonyai spagettit. Isteni lett, nagyon-nagyon jó lett, még csak le se fotóztam szerintem. Nem tudom, mert szerintem ez egy bolonyai spagetti azért nem egy szép látvány szerintem fotón se. Viszont marha finom volt, jó kiadós adag, és nekem íz lett. Jó, megfűszereztem, meg egy csomó mindent itt tettem bele, meg vörösbort is tettem bele jócskán. Tudjátok, hogy azért még véletlenül még egy kicsit se érezzem a marhának az ízét, meg hát jól le kellett pirítani nyilván a marhahúst, és így nagyon-nagyon fincsi volt. Aztán mik voltak még, várjatok? Hát olyan nagyon sok mindent nem csináltam, mondom, a munkán kívül, meg a mozgáson kívül. Olvasás. Ó, olvasás, igen. Ami ezt nálam ugye nagy szó.
tehát folytattam az olvasást. Tehát nem csak az, hogy ugye a múltkori videóban mondtam, hogy na, akkor most elkezdtem ezt meg ezt olvasni, hanem tényleg folytattam is, és most már mindjárt befejezem a Vörös Oroszlánt. Kitartóan, tehát hogy így azt gondoltam, hogy csak így bele-bele kapok, és akkor majd úgy elegem lesz, de nem. Tehát így most szépen szorgalmasan megint végig fogok menni a Vörös Oroszlánon, valamire erre így rákattantam. És egész jó, szóval kicsit ilyen más érzéseket hív elő bennem, mint 20 évvel ezelőtt. Nyilván én is változtam. Néhány helyen kicsit nehézkes olvasni, meg az a nyelvezet, ahogy íródott, az már nem áll annyira közel hozzám, de tartalmilag rendben van teljesen, és így elindítja a fantáziámat bizonyos irányokban, ami tök jó. Vendéglőben vagyunk, babujást tettem, és tök fincsi volt. John valami mézes mustáros csirkét eszik. Eléggé mustárosnak nézem. Túrókrémes palacsinta, erdélyi gyümölcsös mártással. Hatalmas adag. És ezt most meg fogom enni, lehet, hogy a John besegít. Úgy látom, más is ugyanarra gondolt, amire mi. Itt fönn a várban, vasárnap. Így sétálgattunk most a várban, vasárnap van, úgyhogy gondolhatjátok, hogy millió ember. Megpróbáltuk ezt a cseresznyefa virágzást lekapni, hát nem csak mi próbáltuk ezt meg. Úgyhogy hát megint van egy kis ilyen ember iszonyom, vagy ember undorom, vagy nem is tudom. De hát erre számíthattam, szóval nem is tudom utoljára, mikor volt ilyen mizantróp rohamom. Na, most volt, úgyhogy... Mi más, hogy több vigyáltál is? Növényeket nézek az erkélyre, hát nem tudom, hogy egyáltalán fogalmam sincs, hogy mit vegyek, meg hogy akarunk-e bármit is venni. Virágföldöt azt már betettem, mert az mindenképpen kell. Aztán még hogyha látok valami klasszat, hogy tele van persze klassz dolgokkal, akkor azt mindenképpen veszek. Ez nagyon tetszik, ez a rododendron, de baromi drága szerintem. Várjatok. Ez 35 ezer forint, na ezt most nem fogok ilyet venni. Ezek nagyon cukik. Ez csak 2000 idézőjelben. Na egy ilyet veszek. Veszek egy ilyet is, mert nagyon aranyos.
Ezekre gondoltam egyenlőre. De hát ugye az egyesével 2000 forint vagy 1300. Ők is nagyon szépek. Vettem muskátlikat is, mert gyönyörűek. Három tövet, mert van egy, ami ugye négy kell nekem, van egy, ami még szerintem tavalyról ki fog virágozni, és annak adok egy esélyt. Aztán vettem ilyet, mert ez nagyon tetszik nekem, ilyen cselép edényt, és ebbe fogom beleültetni ezt a hármat. Valamint még van otthon egy ilyen kis ültetendőm. Most éppen egy helyet nézünk, hogy hol ebédeljünk. John éppen nézi, hogy Budaörsön mit is. Budaörsön talált valami risztorántét, amilyen pizzéria meg olasz kaják vannak, úgyhogy, de nem tudom, tehát valamerre majd megyünk, úgyhogy let's go to, shall we go down there or up there somewhere? We'll go towards where we normally go. Okay. Just keep going. Okay. Na, egyébként még azt akartam mondani, hogy ugye ma van a Föld napja, tehát így abszolút stílusos, hogy pont most csöppentünk ide és vettünk egy pár dolgot. Kikötöttünk a Campónánál, valahogy, fogalmam sincs, úgyhogy most bemegyünk, mert John még itt nem is volt. Gitárüzlet is van. John legnagyobb elragadtatására, mert ugye ezt egyik bevásárlóközpontban se láttuk eddig. Na és itt van egy Sinsay Store is, ha nem mintha akarnék bármit is venni, de már annyian beszélnek a Sinsayről, hogy rohadt kíváncsi vagyok, hogy mi a kínálatot. Na meg van egy C-Hundá is, ja, és hát itt van a Tropikárium, mert emlékszem, ja, tudom már, hát akkor voltam itt szerintem utoljára, amikor a gyerekek még egész kicsik voltak, és voltunk a Tropikáriumban velük. Nem tudom, valahogy nagyon kiesik nekem ez a Campona, tehát hogy így nem, nagyon régen nem voltam itt, és azóta totál szerintem felújították egyrészt, másrészt meg hát ilyen új boltok jöttek ide be, úgyhogy egy kicsit körülnézünk. Mondjuk ennek jó anyaga van, egy ilyen fekete póló, 3000 ér, hát csak mintás, mindegy. 1600, szerintem cuki. Igazából ez is tetszik, ez annyira nem szélesít, jó, mondjuk a keresztbe csíkos azt mondják, igen, de ez jó és nagyon jó anyaga van. Na pont levettem, pedig az előbb felpróbáltam, és megveszem ezt a szoknyát is, már nagyon kis csini. Tök jó lesz így, ilyen nagyon kis könnyű szoknya nyárára. Jonah, Thai food részről eszik valami sötét színű cuccos. Én pedig a grillt anyából egy ilyen farajt, petrezselymes kumpival és káposztával, ez nagyon finom. Bejöttünk a Café Fejbe. Én kaptam egy espresso italiánot a római espresso macchiato helyett, de semmi baj, mert meg fogom inni. Illetve eszünk egy ilyen belga csokis, meg egy ilyen epres túrótortát, de ezek picikéken nem kell. Ne tévesszem meg benneteket, nem esszük magunkat halálra édessége. Na, megjöttünk a Campónából. Hát vettem két dolgot mondjuk a Sinsayben, egy pólót, ezt a csíkos pólót, meg a virágos hosszú szoknyát, ami tökre tetszik. Úgyhogy nagyon régen nem volt szoknyám, ezt fogom szerintem hordani most nyáron. Aztán a Kikben ezt vettem, ilyen pár száz forintért ide. Ez egy hőmérő. Celsius és Fahrenheit is van benne, úgyhogy mindkét skálán méri a hőmérsékletet. Most jelenleg, gyerekek, 20 fok van. Egyébként van máshol is itt hőmérőm az ajtónál, csak ebbe az a jó, hogy ez jobban a szabadban van, tehát kicsit reálisabban mutatja majd a kinti hőmérsékletet. Na, ezek a szerzeményeim, úgyhogy ezeket kell szétszortíroznom, muskátlik, meg egyéb kis virágocskák, úgyhogy valamint az a cserépedény, meg ez műanyag, de ebben mondjuk más fogok tenni, és vettem virágföldet, és ott pedig a cserépnek az avaja. Most arra gondoltam, hogy ezt át fogom ültetni ebbe a nagyobba, aztán ebbe pedig beteszem ezt, aztán őt,
aki szerintem nagyon-nagyon kis cuki, nekem nagyon tetszik. Fogalmam sincs, hogy mi az egyébként. De azt a rózsaszint, ezt, és ezt szeretném berakni ebbe a cserépedénybe. Talán még lehet, hogy ezt is. De nem, mert ez egy nyári. A többiek meg ilyen évelők állítólag. Hát lehet, hogy megválok ettől a muskátlitól, mert ez már szegény nagyon el van használódva. Ott hátul látjátok, hogy már betettem a muskátlikat, a három tő muskátlit, amit vettem, illetve az a régi muskátli, az a negyedik. Azt beraktam, mert szerintem az még ki fog hajtani. És akkor még van az a virágom, ami relatíve új, azzal nem tudom, mit csinálok. My soul got the same on my necklace. Meg ezt a kupit. Na, őt átültettem abba. Aztán ezt pedig szegénykét letéptem véletlenül, amikor ide be akartam ültetni. Az ettől függetlenül beültettem, úgyhogy ott van egy csonk. Hát aztán, hogy az kihajt-e még, azt nem tudom. De a többi meg így néz ki. Szerintem tök jó lesz, hogyha ez így kicsit belakja magát ide. Tiszteletem a Föld napjának. Nem tudom, mennyire látszik, de őt, akit egész kicsikén kaptam, és ilyen iszonyatosan megnyúlt, átültettem ebből, nem viccelek, tehát ebben volt, ebben az egész piciben, és átültettem most abba. Nagyon remélem, hogy nem fog meghalni, hanem jól fogja magát benne érezni. Na, ez lett az eredmény, nem mondom, hogy a végeredmény, mert persze még fogom őket rakosgatni, csak éljék túl ezt az első megrázkodtatást. Mindegyiket jól meglocsoltam. Őket ide tettem, mert ezek nem szeretik nagyon a tűző napot szerintem, úgyhogy egyesével ide pakoltam őket, aztán muskátlik. Itt van ez a kis sarok, de szerintem ezt még át fogom rendezni. Ez valószínűleg nem a végleges helye lesz ezeknek. Úgyhogy most így néz ki. Ez az egyik növény, amit ültettem. Ez pedig a másik. A harmadiknak nem tudom a nevét. Candy Stripe. De ez nagyon kis cuki, hát majd remélem az önmagához tér. A körmeim borzalmasak, de az, az igazság, hogy nem tudok kesztyűben dolgozni a földdel, szóval próbáltam, meg minden, meg van is kesztyűm, de képtelen vagyok rá, úgyhogy majd valahogy már egyszer vagy kétszer megmostam a kezem azóta, de még mindig borzasztóan néz ki a köröm, úgyhogy ezzel majd kezdek valamit később. Most pedig szerintem megérdemlek egy kis sört, képzeljétek el, nem is tudom, hogy mikor ittam utoljára sört, talán tavaly nyáron, de nem tudom, de most én nagyon megkívántam, mert tök melegem lett, úgyhogy sziasztok! Most pedig szeretnék elbúcsúzni tőletek ebben a vlogban. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor ezt kérlek tegyétek meg. És tartsatok velem legközelebb is a legközelebbi vlogban, és elnézést, hogy ennyit kellett várnotok erre a videóra. Sziasztok!